édesem, hát jól is nézze ki, mit akartok. Hogy ne volna rendben minden? Hát jó volt. Jöttök, lányok? Itt van édes. Az édes megérkezett, jó? Nagyon jó. A piacon ő árult a Köszönöm szépen!
De tényleg nem elég. Én szamosbondi vagyok, de nem elég. Ha jól vastam a nevet. Igen, igen. Igen, Igen.
Leteszem a gúnyámat, jó? Jó! Már is! Milyen gúnyád van? Papírokat! De lehet látni! Ott vagy a tanárba, hogy magas volt, csinos! És jó értezel! Jó napot kívánok, tanár! Nem jó napot! Szervusz! Szervusz! Képkőző bácsi! 18 éves vagyok! Igen! A jóisten étesen! Csodálatos! Hát sem jó! Ése is! Nagyon szeretem! Sziasztok! Szia! Tudom! Igen! Ne jól lett volna mögtön! Jó, drágám! Ajjaj! Nem, tudni kell! Mindig mondhatod, hogy Yeah.
szeretettel köszöntök mindenkit ezen a mai nagy 50 éves találkozónkon, mert ez az 50 év, ez nem kis dolog. És eléggé izgulok is, úgyhogy leírtam mindent. Most szeretném külön köszönteni a tanárainkat először is. Az alsó tagozatok tanárnémik közül a Borkáné, Margita némi, tanító némi. A Szabó Margita, a és a szintén alsós tanító bácsi, Puskás János tanító. Külön köszöntjük a felső tagozatos tanárnénit, vagy tanárnőket, Gergényi Gergényi. Kispálnék Jutva nénit, aki énektanárnő volt, aki és a 2147-es József Attila úttörő csapatnak a csapatvezetője. És köszönjük Tarkács Győző tanár urat. És tele reményekkel és bizakodással. Tanáraink segítségének köszönhetően szívesen járunk vissza ide az iskolába, legalábbis nagyon reméljük, hogy még többször is fogunk találkozni. Tanáraink segítségének köszönhetjük, hogy segítettek nekünk szakmát választani, iskolát választani annak idején, amikor minket útra bocsájtottak, hogy mindenki megtalálhatja azt, ami a képességének a legmegfelelőbb, és hogy boldog legyen az élete, és boldogulni tudjon bármilyen területen. Azóta 50 év eltelt, iszonyatosan sok ez az idő. Az évek nagyon gyorsan elrepülnek, nem mindig, és sajnos nem mindenkinek alakult úgy az élete, ahogy szerette volna, vagy szerettük volna, de az a lényeg, hogy mi itt vagyunk, és együtt lehetünk. Úgyhogy, és ezért volt a öröm, mikor Szabó Magdi osztálytársam megkeresett, hogy 50 éves osztálytalálkozót kellene tartani, és nagyon boldog voltam, hogy ezt megszervezhetjük közösen. És Magdinak merült föl az ötlet először, hogy talán jó volna, ha nem csak a mi osztályunk, hanem az egész osztály, aki 69-ben végzett, azok mindannyian itt lennénk együtt, mert az az utolsó évben, mikor 8-ban külön választották a C-osztályosokat, az mindenkinek nagyon rosszul esett. Úgyhogy én úgy gondolom, így kerek az egész. És Zsuzsikáék, Bálint Zsuzsi meg a Jászó Margit egyetértettek vele, és közös erővel, nem kis gonddal, de sikerült úgy összehozni ezt a találkozót. Úgyhogy most 80 helyett, most itt vagyunk 42-en. 42 fő a jelenleg, aki megjelent. Hát vannak sajnos közöttünk olyanok, akik itt lerettek volna, de egészségügyi, családi okokra hivatkozva valamiért nem tudtak eljönni. Meg van, akinek a betegsége olyan, hogy egyáltalán nem tud eljönni. Majd menet közben, ahogy a népsortba haladunk, úgy megmondjuk azt, hogy kiről mit tudunk, és az van a kérésem, hogyha tudtok valakiről valamit, akiről nekünk nem sikerült információt összegyűjteni, azt akkor mondjátok el, jó? Köszönöm szépen! És megköszönöm tulajdonképpen. Most kellett volna, nem jó, de volt ez így is. Megköszönjük a tanárainknak azt a fáradozást és gondoskodást, amit velünk vagy foglalkoztak, és útnak indítottak bennünket az életnek a rögös útján, mert ők tudták, hogy mi a jó nekünk, és milyen irányba induljunk el.
Úgyhogy nagyon szépen köszönjük így 50 év után is. Úgyhogy most pedig egy szomorú pillanathoz érkezünk, mert sajnos ugye nem mindenki tud már jelen lenni az osztálytalálkozón, bármennyire is szeretnénk. És mielőtt megkezdenénk az 50 éves osztályfőnöki órát, akkor előtte emlékezzünk meg azokról a tanárainkról és diákokról, akik már többé nem lehetnek velünk, mert elmentek azon az úton, ahonnan már nincs többé visszaút. Emlékezzünk rájuk Fekete István szavaival. Az élet olyan, mint a viharos tenger, melyben csak dolgozik az ember, s ha egyszer céljába talál, csónakját felborítja a halál. Dusolygós arcukat nem látjuk többé, emlékük viszont él örökké. Égjen egy szál gyertya azokért, akik már nem lehetnek többé közöttünk, és kérek mindenkit, hogy egy perces néma felállással emlékezzünk rá. Köszönöm szépen, mint a harangok is nekünk szóltak. Nekik szóltak. A lopoda. Fölmegyünk a rampára, vagy hova? Nincs tudom, hogy szerintem oda a lépcsőre. Ja, kicsik alul, nagyobb körül. Jaja. Fotót csinálják rólunk. Táncoljunk is, táncoljunk is. Jó. Jó, jó. És jó, lehet-e választani a rendőrségnél, vagy hát igen, igen. Melyikre gondolsz? Ja, igen. Hát igen. Nem mindegy. Nekem meg úgy jött össze, hogy régi probléma ez. Tegyük oda! Mit szólsz? Tegyük oda! Ne fogja el a szélet! Nagyon köszönjük, hogy sokan vagy. Köszönjük, hogy ott maradtál. Köszönjük, hogy ott maradtál. Köszönjük, hogy ott maradtál.
Igen. Thank you.
ezzel az osztály találkozom. Egészségetekre. Vagyok, hogy megélhettem a 18 éves koromat. Hogy itt eltek közöttetek, viszont lenne egy kérdésem szeretettel. Nem akartok vényet lenni? Kisunokám mondja, mert ugye véletlen nem tudja, mit nem vényet lenni, mondja, ugye, tapasztalatunk. Meg a homokról azt mondják, hogy obok, obok, de én azt mondanám, hogy egy szép kis notát ne énekel, hiszen ott a nota felelősség. Nem akar? Nem lehet? Vagy inkább mondjam még egy viccet? Nem, köszönöm. Hát akkor, mert hogy bona zene van, vagy zene bona, vagy mi van? De nem akarom a hangulatot megzavarni,
Még egyszer mondom, nem akarok főszerepre lenni. Juditkám, mondta Felerős, ez a részes fáradó. Gyere már ide. Juditkám, gyere. Gyere, Csillagó. Gyere. Gyere. Van egy olyan, hogy a nagy bölcsessége, a nagy bölcsessége, a nagy bölcsessége, a nagy bölcsessége, a csak úttörő nóták osszat. Figyelj! Bajtást, tanuljuk szép magyar hazánkról, itt ringott bölcső, itt nevel. Szerengen tanul a széles rúnaságból, mert a bőség kicsit ugyanán. Miénk a föl, erdősető, halászó hitel, bajtás tanuljunk szép magyar hazánkról, szálljunk a színek vögyön és nekünk a jobban az utában. Azt énekeltük, hogy miénk a föld, ma nem a miénk a föld. De az igaz, hogy kalászadirágas énekünk terem. De azért, hogy szeressük a hazánkat, az fontos dolog. Nagyon. Bocsánat, erre kettő embert lehet, hogy sok sört itta. Pedig nem csak a fiúk énekelnek. Akkor mi, ti mit szeretnétek? Akartok énekelni? Igen, mondok. Nekem.
csöndben van. Jó? Yeah.